nem szerették a feleségem nevére nyilatkozni. Ő tabakkal veszed, én meg iszom. Idilli családi történet, nem? Egy gyógyszerfüggő, szájrákkal küzdő anya és egy alkoholista apa, akinek egyszer csak nyom a víz. Ez fizikailag összehozza, lelkileg viszont nagyon is eltávolítja egymástól a család többi tagját. Terítékre kerül minden régi sérelem és sok-sok titok. A forró augusztusban, Oklahomában. Nagyon különös, mert egyszerre egy társalgási színdarab, és ugyanakkor meg olyan nagyon valóságos és nagyon durva szituációkat mutat fel, így a családon belüli kapcsolatokról, kapcsolatrendszerekről, ahogy széttörnek az életek, ahogy derül ki az egyik összeomlás a másik után. A családtagoknak szembe kell nézni a múltjukkal, és a fájó emlékek, a fájdalmas igazság feltép régi sebeket. Olyan, mint egy krimi, valóban egyre mélyebb és mélyebb bugyraiba kerülünk egy család történetének, és ez nagyon izgalmas földolgozni is, tehát végigvinni is, meg nagyon izgalmas nézőként is. Azt gondolom végigkísérni, hogy ami az elején annyira érthetetlen és visszatetsző, hogy annak tulajdonképpen mi az oka, és mitől bomlott szét ennyire ez a család. Nem fogok még egyszer ott állni a fiát, a hajtajában! A szállban! A Csokonai Színházban Keszég László vitte színre Tracy Letts Broadway sikert és többszörös Tony és Pulitzer díjas tragikomédiáját, az Augusztus Oklahomában. A szándék az volt, hogy ezek pontosak, elképzelhetőek, tiszták és a közönséget megérintő eseménysorok legyenek. Ezek után természetesen a következő rendkívül ravasz módon beleírt rétege a darabnak az a fekete humor. Így lesz ez igazi melodráma, sok-sok humorral beinjekciózva. Ettől pedig a közönség sokszor felnevethet majd. Az egész darab egy önismereti tréning öniróniával fűszerezve. Mindenki fel fog fedezni olyan pillanatokat, meg olyan dialógusokat, mint hogyha ő mondta volna el otthon a nappaliban, vagy a kertben, vagy a gyerekével, vagy a feleségével, vagy az anyjával. Szóval nagyon rá lehet ismerni a saját életünkre. A sztori fanyar humorát édesíti az, hogy egy igaz történetet láthat a közönség. A színész író Tracy Letts saját családjának történetét írta meg. Félt, hogy mit szólnak majd a rokonok, akik végül csak ennyit fűztek hozzá. Még finom voltál a nagyival.